Üdvözöllek, itt Ujjai Szabolcs Zoárt. Ebből a mostani videóból ki fog derülni, hogy miért kerül egy ugyanolyan fajta készítményből adott termék mondjuk 1000 forintba, a másik meg 5000 forintba. Szó lesz arról, hogy mi okozza az árkülönbségeket a különböző készítmények között, illetve arról is, hogy hogyan tudod kideríteni, hogy melyik a jó termék, a jó készítmény, amit érdemes megvenned, és hogy melyik az, ami kevésbé lehet hasznos számodra. Például miért van az, hogy van C-vitamin 900 forintért, és van 6000 forintért is. Vagy hogy miért kerül mondjuk egyik gyártónál ugyanaz a gyümölcslé 1200 forintba, a másiknál meg 3500 forintba. Lássuk is az első fontos szempontot, ami főként az étrendkiegészítőkre, a kapszulázott, tablettázott készítményekre vonatkozik, ez pedig a kivonat mértéke és minősége. A legtöbb növény esetén nem a teljes növénynek vannak pozitív hatásai adott problémák esetén, hanem a benne lévő bizonyos vegyületeknek. A kutatók, amikor egy növénnyel kísérleteznek, akkor a növényből kivont bizonyos anyagok hatásait vizsgálják az emberi szervezetre. Tehát nagyon nem mindegy, hogy a készítményben, amit meg szeretnél vásárolni, az adott növénynek milyen minőségű és mennyiségű hatóanyag kivonata van jelen. Mondok néhány példát. A kurkuma fő hatóanyaga a kurkumin, a máriatöv is fő hatóanyaga a szilimarin, az asvaganda fő hatóanyagai a vitanolidok, a fekete áfonya hatóanyagai az antociánok, a fahéj fő hatóanyagai a polifenolok, a gránátalma egyik fő hatóanyag az ellaksav, a ganoderma fő hatóanyagai a poliszaharidok. Vannak például olyan készítmények, amelyekben nem is kivonatot tesznek bele, hanem csak simán a növény porított változatát. Az ilyen olcsó készítményekben alig van hatóanyag, és jó, hogy nem fognak hatni a betegségedre. Általános szabály, persze nyilván lehetnek kivételek, hogy minél töményebb kivonat van egy adott készítményben, tehát minél több a hatóanyaga benne, annál drágább is lesz a készítmény, így viszont nagyobb a valószínűség annak, hogy segíteni fog a problémádon. Vegyünk egy példát, ha egy termékben összesen 100 g-nyi hatóanyag van benne, tehát ugye növényi kivonat, lehet, hogy az adott növényből fel kellett, hogy használjanak 10 kg-ot a gyártás során, hogy ugye ezt a mennyiséget bele tudják tenni a hatóanyagból a termékbe. Tehát 100 g-nyi hatóanyaghoz 10 kg-nyi eredeti növényt használtak fel. Mikor egy olyan terméket vásárolsz meg, amiben mondjuk csak 10 g-nyi hatóanyag van, ahhoz csak 1 kg-ot kellett felhasználjanak az eredeti növényből, tehát ugye 10-szer kevesebbet. Így hát simán lehet, hogy a termékben lévő hatóanyag kivonat mennyiség különbség miatt akár 5-10-szeres árkülönbség is keletkezik a két ugyanolyan növényi nevű termék között. Hasonló szempontok vannak a vitamin, ásványanyag és nyomelemtartalmú készítményeknél is, ahol például az adott mikrotápanyag kötésére kell főként odafigyelni, azaz, hogy milyen formában van jelen a hatóanyag a termékben. A kálcium, a magnézium, a cink, a vas, a króm sokfajta kötésben létezik, és általában az olcsóbb készítményekben olyan formában vannak jelen, amelyeket a testünk csak nagyon alacsony hatásfokkal tud hasznosítani, beépíteni a sejtekbe. Így például, ha az emésztőrendszered állapota sem túl jó, akkor az is lehet, hogy az ilyen készítményekből semmi sem épül be a testedbe, tehát gyakorlatilag feleslegesen szeded őket. A második fontos szempont, ami miatt eltérnek az árak a termékeknél, a készítményeknél, az a gyártás minősége. Alapvető szabály, hogyha ugye egyre nagyobb mennyiségben kezdenek el gyártani egy terméket, annak egyre inkább romlik a minősége, és úgy is mondhatom, hogy minél többet gyártanak egy adott fajta termékből, tehát minél inkább a tömeggyártásból származik, annál inkább a beltartalma is egyre silányabb lesz. Gondolj csak bele, ha egy gyártó el akar adni egy termékből 100 000 darabot egy évben, akkor nagyon-nagyon olcsón kell előállítsa, hogy biztosan mindet eladja, ugye a szavatossági idő lejárta előtt, kereskedőknek, nagykereskedőknek, viszonteladóknak, fogyasztóknak. Tehát csökkenteni fogja a gyártási költségeket, nagyobb eséllyel tesz olcsóbb alapanyagokat a termékbe. Silányabb minőségű csomagolóanyagba teszi a termékeket, és olyan gyártási technológiákat kezd el alkalmazni, amelyek különböző szinteken csökkentik végül az elfogyasztott anyagnak a minőségét. Nyilván itt is vannak kivételek, de ez az általánosság. Ha egy kisebb gyártó egy évben csak 5000 terméket akar eladni, ugyanabból a fajta termékből,
akkor számára nagy valószínűséggel nem az lesz az első szempont, hogy minél olcsóbb legyen az előállítása, hanem például, hogy jó minőségű legyen a termék. Persze nyilván ezáltal többe kerül az előállítás a terméknek, így végül a fogyasztói ára is magasabb lesz. Tehát ez a második szempont, ami meghatározza a készítmények árát. Az olcsó termékek általában nagy üzemekből származnak, ahol a minőség csak a sokadik szempont, és az első az értékesítés mennyisége, míg a kisebb cégek termékei, bár lehet, hogy drágábbak, nagyobb valószínűséggel jobb minőségűek. A harmadik fontos szempont, amit érdemes figyelembe venned vásárláskor, az a termék csomagolása. Általános szabály, hogy minél igényesebb egy termék megjelenése, annál inkább jobb lesz a beltartalma is, tehát az, amit végül ugye elfogyasztunk. Ha kétségeid vannak ezzel kapcsolatban, képzeld el a következőt. Van egy gyártó, aki nagyon jó minőségű alapanyagból készít el egy terméket, mert az a célja, hogy hasson, hogy működjön az embereknél, hogy ugye tényleg segítse az egészségedet, hogy ugye minél több ember meggyógyuljon a készítmény fogyasztásával. Gondolj bele, ez tehát a célja a gyártónak, majd amikor a csomagoláshoz érkezik, azt mondja, hogy hát a csomagolás az nem érdekel, arra nem szánok időt és pénzt, hogy az igényes legyen, hogy jól nézzen ki. Gondolod, hogy ilyen lehetséges? Szerintem ez elképzelhetetlen, vagy legalábbis ritka eset. Tehát ritka az, hogy egy gyártó mindent beleadjon, hogy a beltartalma, a végső anyag, amit elfogyasztunk, a kapszulában lévő hatóanyagok, a por, a tabletta, a gyümölcslé, a vitaminkészítmény, az jó minőségű legyen, de a csomagolásra már ugye nem ad. Nyilván itt is lehetnek kivételek, de az biztos, hogy a termék csomagolása sok mindent elárul neked a beltartalomról is. Mielőtt vásárolsz, nézd meg jól a csomagolást, hogy az mennyire igényes, hogy milyen minőségű a csomagolás, a tégely, a doboz, amivel a termék van. Nézd meg a címkét, ami a terméken van, a címkét, a belévő színek harmóniáját, a terméken lévő információk minőségét is, ugye ez is sok mindent elárul, vagy például, hogyha helyesírási hibák vannak a szövegben. A negyedik és egyben utolsó lépésben három olyan fontos tényezőről lesz szó, melyeket érdemes még figyelembe venned, megnézned a vásárlás előtt. Az első a kiszerelés és az ár összehasonlítása. Ha több termék között válogatsz, akkor mindig oszd el a termék árát a kiszereléssel, így megkapod, hogy adott egység mennyibe kerül. Tehát például mennyibe kerül 1 gram, vagy 1 kapszula, vagy 1 tabletta, vagy 1 milliliter az adott készítményből. A második fontos paraméter, hogy a termék mióta van kereskedelmi forgalomban. Az idő a legnagyobb és legerősebb úr, minél régebb óta fogyasztanak az emberek egy készítményt, és minél többen fogyasztották már, annál biztosabb, hogy az tényleg egy jó készítmény. Hiszen egy rossz termék nem tud éveken keresztül évtizedeken át fennmaradni, mert minden termék hosszú távú fennmaradásához az arra van szükség, hogy az emberek újra és újra megvegyék. Ez pedig arra van szükség, hogy hasson, hogy hatékony és jó legyen. Az, hogy mióta létezik egy adott termék, leginkább az interneten keresgélve tudod kideríteni. És a harmadik fontos tényező, amit érdemes megnézned, hogy hány darab további terméke van az adott gyártónak, akinek a terméket meg akarod venni. 20-30-40 termék még simán belefér, ennyi termék esetén még oda lehet figyelni a minőségre, de ha egy gyártónak például több száz fajta terméke van, akkor ott már nagy az esély arra, hogy semmiféle tervezés, tudatosság és odafigyelés nincsen. Az ilyen gyártók esetén kizárólag az a szempont, hogy nekem is legyen egy mindenféle nevű termékem, és a piac minden kisebb szegmenséből én is ugye kivegyek egy szeletet. Az ilyen gyártóknál nem az az elsődleges szempont, hogy jó minőségű hatóanyag legyen a termékben, illetve hogy tényleg működjön minél több embernél. Az ilyen márkák esetén a gyártás a legtöbb esetben úgy történik, hogy fogják és lemásolják más gyártók termékeit, esetleg picit módosítanak rajtuk, de alapvetően náluk az a cél, hogy a piac minden egyes kisebb szegmensében jelen legyenek egy termékkel. Persze ez még nem zárja ki azt, hogy sok száz termékes gyártónál ne legyen egy jó termék, csak szerintem mielőtt vásárolsz, azt a kérdést is érdemes ugye feltenned, hogy vajon aki több száz fajta terméket gyárt, minden egyes terméknél anyait, apait beleadott-e abba, hogy tényleg egy jó készítmény legyen. Összefoglalva még egyszer az elmondottakat, melyek hatása vannak a termékek, készítmények árára, és amelyeket érdemes figyelembe venned. A kivonata hatóanyagok mennyisége a termékben, a gyártás minősége, mely kihatása van a termék ugye minőségére,
a csomagolás, amiből kiderül a termék minősége, és az utolsó három dolog, amire érdemes még odafigyelned, a termék egységára, hogy a termék mióta van kereskedelmi forgalomban, és hogy a gyártónak hány további terméke van még. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam vele neked segíteni. Személyes kérdéseidet küld el nekem e-mailben, ha pedig értesülni akarsz a következő hasonló videókról, ne felejts el feliratkozni a csatornára, ha még nem tetted meg. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!